Na halló, halló, üdv mindenkinek, itt egy robik1001pmrradio.hu. Egy újabb projektet szeretnék nektek bemutatni. Egy pici 7 incses Windows 8.1-et futtató táblagépre sikeresen feltelepítettem az EQSO programot, az Ellót is. Jelen pillanatban az EQSO kapuállomás programot szeretném kipróbálni USB-s hangkártyáról itt a videóban. Úgyhogy a rendszerhez csatlakozik egy USB-s hangkártya, egy USB hub segítségével, és akkor a hubba van még egy egerünk, hogy könnyebben legyen az irányítás. Itt látható a 7 incses kis táblagép, egy OTG kábel, és hozzá próbaképpen egy GS-PMR rádió, GS-nek a PMR verziójú készüléke. Most megpróbáljuk a hangeri szobába elindítani a dolgokat. Na, akkor próbálunk egy adást indítani. A Bréko, Bréko rádió, próba, rádió, próba, egy Robika 1001 a tapolcai EQSO kapuállomáson keresztül, egy élő videó felvétel kíséretében, akkor itt a crosslinken keresztül meghívnám a Zello csoportot, van-e valaki, tud-e nekem valaki egy riportot adni, vétel. Hát itt szépen vissza is jelzett nekünk a rádió. Szia, szia Zsolti, igen, itt egy Robika 1001 és Tapolca, a tapolcai kapuállomáson keresztül, és próbálom itt a Windows 8.1-es tabletre applikált kapuállomást, úgyhogy nem tudom, pár szóban, pár mondatban mondjál valamit, milyen ott az idő nálatok, amíg bemutatom itt a kamerának a rendszert köszönettel. Itt ad a rádió, ott az USB-s hangkártya. Nagyon-nagyon szívesen, nagyon szívesen, örülök, hogy működik a dolog. Na, közben sikerült bemutatnom az USB-s hangkártyát, meg a kapuállomás rádiót, úgyhogy a PC Windows 8.1-es táblet úgy néz ki, hogy első rugásra, minimális beállításokkal szépen üzemelés működik. Remélem, hogy az én hangomat is jól halljátok ott a túloldalt. Na hát ez egy pici gép, ez egy Intel 4 magos kis gépecske, 64 bites, de 32 bites oprendszer van. A Euronics meg eDigitálon is lehet vásárolni, elég jó az ára, mert 20 000 forintba került, 7 incses. Nem nagy aksi van benne, meg csak egy USB port, nincs rajta HDMI, viszont én szerintem ilyen kísérletezős célokra teljesen jól megfelel. Úgyhogy most itt a videó keretében ezt sikerült is bemutatni. Ez majd tovább is lesz egy picit még okosítva, mert az USB hubba kap majd egy USB-s TTL vezérlőt, és akkor kompletten a komport PTT vezérlés is meg lesz oldva. Na, köszönöm a videó erejéig a bemutatót, meg a segítséget. Akkor ennyi volt a videó, egy Robika 1001 elköszön itt a crosslinken keresztül az EQSO-ról és az Ellóról. Aztán majd megyek vissza mindjárt rendesen a rádióról, akkor a videót meg lekapcsolom, és köszönöm a segítséget.
Na hát akkor így működik a pici táblagépről, amit már évek óta szerettünk volna, egy nagyon kis áramfogyasztású, nem melegedő, nem zavaró hangokat kiadó és zavaró RF jeleket generáló régi laptop helyett tökéletesen megfelelne erre a célra, persze szépen fölkonfigurálva és jól beállítva. Amúgy van benne Bluetooth, Wi-Fi, NS, és mindenféle nyalánkság. Na, akkor egyelőre ennyi, sziasztok, egy Rubik 1001.